Most önök bármit kérdezhetnek, Nyilas János barátom oda tartja a mikrofont, ami még a 80-as évekből való, az önök szája elé, és önök föltehetnek kérdéseket most már a demokráciában. A szemétszállítással kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy lesz-e kétszeres szemétszállítási díjfizetés? Most Pesten 12 hónapit fizetek, és akkor Surányban 8 hónapit, akkor összesen 12-20 hónapot fogok fizetni? Szeretném megkérdezni, hogy ebből a sok fekete gazdaságból mikor lesz már fehér? Mikor lesz fehér? De legalább szőke. Kedves, én nem is tudom, most már tényleg nem tudom, hogy szólítsam. Illetékes elvtárs, úr, polgártárs, miszter, tavaris, illetékes. Maradjunk csak annál, hogy illetékes. Lehet azt, hogy... Hagyom, amíg kiforja magát a kérdés. Jó. Kérem szépen, az ön bázisa... háttere, hinterlandja, az utóbbi időben... Az egy-két magyar szót is belekeverhet a kérdésre. Szóval, amitől erősnek érezheti a magát. A hinterlandot értettem. Az jó. Magát én hinterlandon fogom billenteni, nem szedi össze magát. Kérem szépen. Azt, hogy mindig egyszerre beszélünk, még 25 évi együttélés után, és ez kicsit sok. Itt van például, hogy más nem mondjak, ugye, hogy népszavazást kezdeményezett a munkáspárt, az ön régi harcostársa Türmer, elvtárs Gyula. Aztán ott van valóban Oroszország, ahol a kommunisták most már 20, nem tudom én, hány százalékkal vezetnek a választásokon. Aztán, hogy más nem mondjak, egy-két helyen a Gancsban, az Ikaruszban. Megágyaznék magamnak, amíg jól tesszük. Ezt a hihetetlenül hosszú beszédét. A Gancsmávakban, az Ikaruszban régi káderek kerültek újra vezető pozícióban. A végén értékes utalmakat sorsolunk ki, aki emlékszik a kérdés elejére. Végre azok jöttek el, akik az ön emberei, szóval, hogy most csata sorba állhat. Már hova jöttek el? Hát ugye a közéletbe vissza-vissza-vissza szüremkedtek, vissza tébláboltak végül is. Mi nem szüremkedtünk, nem tébláboltunk. Nem jut eszembe több szó. Önök az elmúlt 6 évben is itt voltak, végig itt voltak? Jelen voltak, csak valahogy nem ennyire látványosan. Én a magam részről 1989-ben születtem. Ahogy a pártkönyvemet elástam, egyből megszülettem. Én csak az ön jelenlegi státusz kvójára voltam kíváncsi, ezt most már körülbelül érzem, tudom, látom, hallom, tapasztalom. Tölteszem a kérdéseket, ugye? Hát nem ártalom, most meg fél óra itt állunk. Ön kész a válaszra? Teljesen. Maga kész az olvasására a kérdés? Igen. Csurányban van egy nyaralója egyik kedves nézőnknek. Gratulálok! 8 hónapig, miközben ő nincs is Surányban, mert csak nyáron van ott. Odáig értettem, hogy Surányi. Vagy... Miért kell neki akkor is fizetni a szemétszállítást, akkor nincs is Surányban... És nem a is szemetel. Surányban, nem a Surányi, de hogy az úr, aki Surányban vett egy nyaralót, és most már majd el akarja. Jó lenne, nem mutogatna az úrra. Föláll az úr szép lassan magától, és bevallja az adóját. Jó estét, maga kérdezte a Surányt? Akkor legyen kedve, hogy beszélgessünk egy fél percet, megengedi a verebes úr, hogy fél percet, megtudjam az igazságot. Mondhatom? Hát arra várunk egy fél órát. Ennyi lassú ember között. Egy évben maximálisan 2 hónapot töltünk Surányban. Ki? És... Az előbb még csak magáról volt szó. Ja, gratulálok. Én és a családom. Meg az ismerőseim. Igen. És az önkormányzat határozata alapján, azt hiszem a Szentendrei Társaság, 8 hónapnak megfelelő terhelést szabnak rám. Tehát terhesek ott ki Surányban? Igen. Terhesnek érzem ezt a dolgot. Igen. Határozottan. És most jön a budapesti szemétszállítás is, ami hát egyébként jogos. De miért beszélhet ilyen sokat? Erre jókat mond. És ilyen formán én úgy érzem, hogy ha... Elnézést, egy pillanat, én nagyon tisztelem magát és becsülöm, nem különben Verebes igen? barátomat, de nagyon kíváncsi, miköze van a budapesti szemétnek a Surányihoz? Miért keveri bele az itteni szemetjét az ottanival? Mert amikor egyik helyen szemetelek, akkor igen? a másik helyen értem, nem szemetelek. Na most hány tagú a család?
Hát elég terjedelmes. De nem fordulhat elő, hogy a család egyik része ott szemetel? A másik fizetni. Meg orvul Budapesten. Bizonyíthatatlan. Szemetel. Bizonyíthatatlan. De teljes szemétdiát. Kicsit gyanús a család így, ahogy vannak. Igen, figyelek. Bocsánat. Tehát teljes szemétdiát kell fizetni, akárhol szemetel a család. És gyakorlatilag én úgy érzem, hogy kétszeresen adózok szemétszállítással, mert vagy itt szemetelek, vagy ott szemetelek. 20 hónapot nem tudok 12 hónapból szemetelni. Egy kicsit tisztában lehetne élni, nem kéne mindenütt szemetelni, mondjuk. Maga egy nagyon jól szóval... öltözött, jól fésült, kimosakodott ember, nem tudom. Igen. Az a fő probléma, hogy összeszemetelje az egész világot. De hát akkor egy szemét ugye ez a dolog, azt meg kell mondani. Azt nem gondoltam, hogy maga fogja a poént mondani, de most már minden. Én már ütemesnek hallom, igen. Nem sokára jövünk vissza integetni, de november 7-én a dísztribűnre. Kérem, kérdés, mikor lesz a fekete gazdaságból, gazdaságokból fehér, vagy jó esetben szürke? Szürke. Milyen? Szürke. Szürke? Kicsit már tyüket is. Rendben van, hogy szürke, de annak semmi értelme. És a benzin? Abból hogy lehet szürke? Júj, de csavarod! Várom a kérdést. Mikor lesz a feketéből szőke netán fehér? Engem, babám, ne csalogatjál! Én azt szeretném megkérdezni, hogyha önnek ajánlanák fel a 16 millió forintot, mit csinálna vele? Ön nem ítéli el Bokros Lajos. Én nem járásbíró vagyok, miért ítéljem? Mentünk a Lajossal, belelógott a bajusz a 16 millió forintba. Mit tudtunk csinálni? Próbáltam elterelni a figyelmet, hogy én vegyem föl. Ha ön kapna 16 millió forint végkielégítést, fölvenné? Mit? A végkielégítést. Tehát felajánlanak mondom önnek most itt a rádiókabaréban, hogy nem kell tovább válaszolni a kérdéseket, 16 millió. Ön fölvenné a pénzt? Minden nap.